segítene a téli hónapok elviselésében, a mindennapi kenyér beszerzésében, a hajléktalanoknak, illetve a szerény jövedelmű családoknak és kisnyugdíjasoknak a Solidaris Egyesület a segítséghez a lakosság támogatását kérik. A Ne éhezzen senki kezdeményezéssel segíti a Solidaris Egyesület a téli hónapok elviselését, nem csak hajléktalanok számára, hanem egy egyre szélesedő társadalmi rétegben is, hiszen már a szerény jövedelmű családok és kisnyugdíjasok között is gondot jelent a mindennapi kenyér beszerzése. A kampányban mozgósítani szeretnék a társadalmat, hogy tegyenek a nehéz helyzetben lévő embertársaikért. Sajó Norbert szerint télen a megnövekedett számlák és kiüresedett kamrák miatt nagy igény van a segítségre, és nem elég, ha akkor kezdik el a gyűjtést, amikor már segíteni kellene. Igazából egy két frontos harcon küzdünk az élelmezés terén. Azt látjuk a városban egyrészt, hogy a hajléktalanok belépnek a téli, illetve a hűvösebb szezonba, időszakba. Nagyon fontos számunkra az, hogy meleg étellel álljunk melléjük. Szezonális ételekkel eddig is segítettük, limonádéval, gyümölccsel, szendvicssel. Ez viszont az elkövetkező időszak november, december, január, február kevésnek bizonyul. A másik front az egy érdekes helyzet, a kisnyugdíjasok helyzete, akik kijönnek és beállnak a hajléktalanoknak osztott ételosztásba. Hozzátette, fontos, hogy mindenkit azzal segítsenek, amire a legnagyobb szüksége van. Így a hajléktalanoknak meleg ételt adnak, más rászorulókat pedig olyan tartós élelmiszerekkel látják el, mint a rizs, tészta és cukor. A kezdeményezők elfogadnak tartós élelmiszert, amelyet a Solidaris Egyesület nagyváradi, kolozsvári vagy marosvásárhelyi irodájába lehet eljuttatni, illetve anyagi támogatást is, amelyet postai úton, banki átutalással, illetve SMS-ben juttathatnak el az Egyesülethez. A gyűjtés során beérkező adományokat november és március között fogják kiosztani a rászorulóknak.